Több mint 2 millió forint, ennyit spórol meg évente egy átlagos magyar háztartás a kormány rezsivédelmi intézkedése révén. A döntés értelmében az átlagfogyasztók az áramért továbbra is 36 forintot, a gázért pedig 102 forintot fizetnek. A limitett túllépőknek sem piaci áron számolják a különbözetet, ugyanis a villanyáram esetében a tarifa a piaci ár negyede, a gáz pedig kevesebb, mint a három negyede. Imre Balázsnak érkezett vendége. Így van energiaárakkal fogunk foglalkozni a következő percekben részletesebben. Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Áron! Aki pedig a segítségünkre lesz ebben, az Isépi Tamás, a Századvég Konjunktúra, konjunktúra Kutató ZRT makrogazdasági üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Na hát, e, megnézegettem, ugye említettem, hogy ugye az árakról fogunk beszélni, mert hogy szoktuk mondani, hogy két dolog fontos lesz a gáz, és hogy mennyibe fog kerülni, mi az utóbbit járjuk most körbe. Megnézegettem az európai országoknak a földgázzal kapcsolatos árát, ugye az áramon kívül a földgáz az inkább, amivel ugye itt nagyobb problémák lehetnek, akár az árak tekintetében is, azt mondja, hogy Bécsben kilencszer annyiba kerül a gáz, mint Magyarországon. Svédországban majdnem tízszer annyi, és ugyanez a helyzet Hollandiában vagy Dániában. Még egy egyébként a utánunk második legolcsóbbnak számító gázárral rendelkező Horvátországban is kétszer annyiba kerül a földgáz, mint Magyarországon, nálunk a legolcsóbb. Miért nincs külföldi kormányzati segítség abban, hogy mondjuk ne ekkorák legyenek az árak, vagy valahogy ezt csökkentsék? Igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Európában egyedülálló az a az a törekvés és az a kivitelezett stratégia, hogy rezsicsökkentést hajtunk végre, ami azt jelenti, hogy a piaci, a világpiaci árnál jelentősen olcsóban biztosítjuk a lakosság részére, biztosítja a kormány lakosság részére a különböző energiahordozókat, és hát ez azt látszik, az látszik, hogy, hogy a lakosság a világpiaci árnál jóval olcsóban, mégis a változtatásoknál is tulajdonképpen egy lakossági piaci áron kaphatja meg a gázt vagy a villanyt. Nyilván az, hogy hogy a másik kategória az az, hogy a világpiaci árak az utóbbi időszakban, tehát az utóbbi másfél évben emelkedtek meg ilyen drasztikus mértékben, az utóbbi néhány hónapban a duplájára, de előtte is jelentős mértékben emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy, hogy a hosszútávú szerződések mellett nyilván vannak olyan kategóriák, amit világpiaci környékjáron szerezünk, van paks, ami olcsóbb, tehát van valamiféle energiamix a kormánynak, vagy az MVM Zrt-nek, és különböző árakon szerezi be a különböző energiaforrásokat, de ezt olcsóban biztosítja. Németországot, ha már említi a világpiaci árakat, megnézhetjük. Tehát ott az érvényesült, hogy nincsen hosszú távú szerződés, rábízzuk a piacra, veszünk ahonnan lesz a gáz majd. Hát ennek meg is lett az eredménye, hogy ott nagy részt azért önálló kézben, magánkézben vannak a, az energiállátó cégek, és ugye az egyiket most meg kellett segíteni egyrészt, másrészt ugye hát a piacról vásároltak, és ahogy ön is említette, elszabadultak az árak. Miben hibáztak ön szerint, akár például a németek is ebben a tekintetben? Hát e tekintetben, hogyha az árak vonatkozásban nézzük a dolgokat, hogyha az árak nem csak kicsit ingadoznak, akkor ez egy jó stratégia, bízzuk a piacra a döntést. Ennyibe került tegnap, egy forinttal többe kerül ma, és ez így megy évtizedeken keresztül, akkor rendben van. De tudjuk azt, hogy például ez 1970-es években is volt egy, egy ami azt jelenti, hogy többszörösére emelkedtek az árak, és ebben az esetben, ha valakinek nincs egy stabil, fix stabil áras szerződés, a fix áras szerződés, akkor probléma adódhat. Ha rögtön ráterheli a lakosságra, akkor azért, mert a nem fizető adósoknak az aránya rendkívül megnő, tehát jóval magasabban áron terhelheti rá. A másik része, amit Magyarország választott, nyilván egy részig, egy határértékig, egy átlagig egy alacsonyabb árat meghatároz, ami a rezsicsökkentett ár, és e fölött határoz meg egy, egy mindenkire érvényes lakossági piac aki túllépte ezt a határt vagy limitát. Bocsánat, csak zárójel megjegyzés Németországgal kapcsolatban, hogy be is vallott a kancellár, német kancellár, illetve az egyik legnagyobb energiállátó cég is, hogy közvetlenül el fogják telhelni a lakosságot, tehát arra kell számítaniuk télen, akár ősszel is már, hogy ha hideg lesz, hogy rájuk fogják nyomni, és több száz euróval emelkedik majd a rezsiköltségük. Na de visszatérve Magyarországhoz, mi lenne most, hogyha nem lett volna rezik? csökkentés az országban. Hát akkor lehet, hogy nekünk is tízszeres áron kéne adnunk azt a gázt. Látjuk azt, hogy az a rezsicsökkentett ár az, az 102 forint per, per kömméter. a lakossági piaci ár ez olcsóbb, mert a hosszú távú szerződések egy darabig engedik azt, hogy alacsonyabb ár legyen, de utána nem. Tehát nyilván mi sem drasztikusan a piaci ár alatt kapjuk a gázt. A rezsicsökkentett ár azért az azt jelenti, hogy háromnegyede a világpiaci árnak. tehát ez egy most egy nagyon jó stratégia és gondolkodásmód, hogy, hogy nem a világpiaci terhelni, hanem sokkal alacsonyabb értékkel, És hát erre azt tudom mondani, hogy az árak emelkednek, akkor ez x időn belül egy picit emelkedni is fog ez az összeg vélhetően, mert ezt negyed évente bírálják felül, vagy, Igen, vagy decemberben, decemberben, fogja a, fogja a magyar kormányéjel. De ha ennyi heti van, akkor meg csökken, vagy ha az árak visszamoderálódnak arra a szintre, ami volt másfél évvel ezelőtt, akkor meg drasztikusan lecsökken. Tehát valahol a piac hatását hosszú távon nem tudjuk elkerülni, ugyanakkor látszik az igyekezete és a szándék a magyar kormánynak abban az irányban, hogy a lakosságra ne terheljük rá azokat a piaci árakat, ami Németországban sem egy megoldás. Mondhatjuk azt, hogy a fizetések Németországon magasabbak és vásárlóerő paritáson megnézzük ezeket az árakat, de akkor is azt látjuk, hogy Magyarország Jóval alacsonyabb árakon tudja kínálni ezeket, a, ezeket az energiahordozókat. Hát lehet, hogy jobbak a fizetések, ez ugye viszonyítás kérdése, de hát azért, hogyha több száz euróval kell havonta öö, többet költeni a rezsiköltségre, az ki lehet számolni, hogy éves szinten Igen. mit jelent. És ha Igen. már itt tartunk, akkor Igen. nézzük meg egy picit, mert vadú számolt mindenki Igen. az elmúlt napokban, Igen. hogy mennyi lesz az áram, illetve a gázszámlája. Egy picit segítsen nekünk, mennyit spórolhatunk így, hogy átlagfogyasztásuk ingyenes, azon felül kell ugye, egy lakossági Árat fizetni, mennyit lehet spórolni akár az áramon, akár a gázon egy évben egy magyar családnak? Igen, hogyha azt vesszük, hogy nem világpiaci ár, hanem a, a, nem a rezsi csökkentett ár, akkor egy átlagos család esetében, egy átlagos háztartás esetében ez 50 ezer forint éves szinten, hogyha, bocsánat, havi szinten, havi. A, mert a, a a gázfogyasztás esetben 130 ezer forint havi szinten, és ezt szummázuk, akkor nagyságrendileg ilyen 2 millió forint körüli összeg. 12, -vel, 12, -vel. 12 -vel. Így van. Ö, mekkora ja, a megtakarításról beszéltünk, ö, ö, hogyha azt nézzük, hogy hogy Nyugat-Európában mi a helyzet, ugye ott az ellátással is problémák lehetnek, akkor ez nyilvánvalóan kihat mindenre, tehát a, a a spórolásra is a magyarok szempontjából, tehát itt a, azért a a gazdaság többi területén is éreztetni fogja a hatását az, hogy mondjuk nem szálltak el az energiárak, ugye? Tehát begyűrűzik oda is, hogy a negatív hatás is begyűrűzik. Igen, hát tulajdonképpen ez messzire vezet, hiszen azt lehet mondani, hogy ha magasabbak az energiárak, akkor az egy csomó termékben megmutatja a hatását, és az infláció nem örül ennek, mert az energia termékeknek az áremelkedése az megjelenik egy sor termékben azonnal, vagy egy sor szolgáltatásban azonnal. Gondoljunk a logisztikára, gondoljunk egy csomó termékre, ami ami energiaintenzív. Hát ezért is döntött úgy a magyar kormány, hogy az beruházásokat leállítja, azokat, amiket még nem kezdett el, azokat nem kezdi el, amiket elkezdett, az befejezi, de nem, nem indít új beruházást, mert ezek olyan energiaintenzív beruházások voltak, ami jó döntés, csak ugye az energiárak hétszeresére felszaladása esetében kivitelezhetetlenné válnak. Mit lát, mi kell ahhoz, hogy egy picit lenyugodjon a piac, és az árak is egy picit mérséklődjenek, eljöhet-e akár a közeljövőben az a pillanat, hogy egy picit visszább vesz a, a energia piaci ára? Ármozgások, igen, hát tulajdonképpen azt mondható, amire sokan várnak az az, hogy legyen béke, legyen valamiféle meg megállapodás, tűszünet, bármilyen megoldás, ami egyrészt a háború irányából oda a figyelmet arra, hogy, 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 esetleg az árak vagy a különböző piacokon, nem csak az energiapiacon, de egy sor termékpiacon vagy a piacon a nyugtalanságot, instabilitást érzetét kelti. A másik pedig az nyilván ez is geopolitikai kérdés, nyilván, hogy a tél közelettével közeledünk egy olyan időszakhoz, ami geopolitikai megközelítésben vizsgálja az esetet, és ahogy kezdt a, kezdtük a beszélgetést, hogy most akkor van, nincs, hát legyen, de akkor legyen Európában lehetőség szerint mindenhol, ez egy optimális vagy egy nagyon optimista megközelítés, és akkor, akkor biztos, hogy ha a megállapodás megtörténik, akkor a gázáraknak is vissza kell menni. Legyen így. Nagyon bízunk benne, bízunk hogy így lesz. Köszönjük az. szépen, Köszönjük hogy itt